Böllér Fesztivált rendeztek Kistalcsán február 1-én. 14 csapat indult a viadalon. A zsűri már az első perctől a disznó leszúrásától kezdve árgus szemekkel figyelte, hogy betartják-e a szabályokat a versenyzők. Minél kisebb fájdalommal végezzék ezt a műveletet. Tehát ez hogy a sokkolás az jól sikerül, ez már ilyen EU szabvány, hogy nem lehet sokkolás nélkül az állatokat így leölni disznóvágásnál, és gyakorlatilag ezt nézzük, hogy hogyan minél kíméletesebben történjen meg. És hát maga a szúrás az meg úgy szakszerű legyen, hogy ott találják el, ne több szúrásra, hanem rögtön eltalálják azt a pontot, ahol legjobban kivérzik az állat. A zsűri tagjai pontozták azt is, mennyire szakszerűen hajtotta végre a szúrást a böllér, tehát a disznó verőerét találta el, ezután következett a pörzsölés. Én azt mondom, hogy itt megfelelően archaikus körülmények között, autentikus körülmények között zajlik a szúrás, illetve a pörzsölés itt. Különösen tetszett, hogy itt szalmával pörzsölnek nyilván. A hideg hatására, hogyha visszanyúlunk a régi időkbe, a hideg hatására ugye azért azt kell mondani, hogy nagyon hűtőszekrényekre nincs szükség, viszont megmosni, megtisztítani az állatot mindenképpen meg kell a szúrás után. A baktériumok ilyenkor, ilyen hidegben nagyon szaporodni nem tudnak, tehát abban a pillanatban, amikor le van pörzsölve és hőéri a feldolgozandó állatnak a felületét, abban a pillanatban félreteszik és egy úgymond viszonylag elszeparált helyen bontják ki, és a belsőségeket félreteszik, illetve nem tudom még pontosan, mert azt is zsűrizni fogjuk, hogy az úgynevezett bélmosó teknőt használni fogják-e, tehát a belsőségeket mennyire pucolják a beleket, a kidobandó részeket, illetve a nem annyira kidobandó részeket. Én azt mondom kicsit szemtelenül talán, hogy így február 1-én egy ilyen böllér fesztiválon, ahol a szabad földön, szabad tűzzel pörzsölik a disznókat, a higiéniát tegyük kicsit inkább olyan második, harmadik helyre, mert annyira nem tudnak rá figyelni. Abban viszont biztos vagyok, hogy betegség ebből nem tud kijönni. A kistalcsai polgármesteri hivatal csapata is indult a böllér fesztiválon. Az a kistalcsai polgármesteri hivatal csapata, amely kicsit szedett-vedett, mert hogy kaptunk erősítést Szabolcs vármegyéből is, a sógorom által, illetve kedves ismerősöm a Péter, aki ott tekeri éppen a dalálót, ő is szintén nyíregyházi, úgy nevezte, hogy tirpák, a Szabolcs megyei szlovákokat nevezik tirpákoknak, és akkor itt van némi egybeesés a helyi dolgokkal, hiszen a helyi szlovákság, akiket nem tirpákoknak neveznek természetesen, hanem tótoknak. Így van, tehát van egy kis egybecsengés, viszont én azt gondolom, hogy a gasztronómiai feldolgozásban egy kicsit más végkifejletet fogunk látni, tehát másképpen fogják feldolgozni a disznót, illetve a disznóság termékeket ők, mint a helyi szlovákság, és akkor majd a zsűri összeméri ezeket a termékeket, és a színpadon 3 óra környékén pedig meglátjuk, hogy ki milyen díjra érdemes a mai nap során. A kistalcsai polgármester örömét fejezte ki, hogy fiatalok, gyerekek is kilátogattak a rendezvényre, és a csapatok teljesítményével is elégedett volt. Ha én zsűri lennék, én rendkívül elégedett lennék, hiszen látunk nagyon sokféle feldolgozási módot a disznóságok előállításában, illetve nagyon sok csapat készült a dekorációval, a díszítéssel, hogy mutassa az ide látogatóknak, hogy egyes vidékeken, az ország különböző vidékein milyen sajátosságokkal tudják fűszerezni ezt az egész gasztronómiai hagyományt, illetve aztán majd a kimondva kimondatlanul azért mindenképpen a fődíj az az ízvilág lesz, amikor majd dél és 2 óra között ezek a csapatok majd behozzák a késztermékeiket, a frissen készült késztermékeiket, amelyeket megmutatnak a nagy érdemi zsűrinek, akik majd megízlelik, és kihozzák a méltó elismerést, hogy melyik csapat fogja elnyerni az ízvilág tekintetében az első díjat. De mi arra azért nagy figyelmet fordítottunk, hogy a körülményeket, a hagyományok bemutatását, illetve a vendégfogadás különböző módozatait ki hogyan tudja prezentálni itt az emberek felé. Illetve még arra is visszatérnék egy gondolat erejéig, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy bár nagy örömmel látom, hogy a
idézőjelben idősebb korosztály kilátogat ide, és egy kicsit nosztalgiázik, és felidézi az emlékeit, de talán még fontosabb az, hogy a fiatalabb generáció és a gyerekek lássák, hogy milyen volt, és hogy mit kell megőrizni, és mit kell tovább örökíteni. Mert ezek a mi legnagyobb, legfontosabb nemzeti értékeink közé tartozó dolgok szerintem, amit ma itt látunk. A kistalcsai polgármesteri hivatal csapata finomságokkal lepte meg a zsűri. Hagyományos dolgokat készítünk, hurka kolbászt, és még a zsűri elé fogunk vinni, szűzpecsenyét, lencse salátával, meg krumplival, és hájas sütemény lesz a desszertünk. Szilvalekvárral töltött hájas sütemény. A karajt meg megcsináljuk zöldségekkel, bevagdossuk, zöldségeket teszünk bele, és egyben megsütjük. Ez helyi specialitás, vagy pedig egy egyéni összeállítás? Ez egy olyan kitaláció. Úgy gondoltuk, hogy a lencsének most szezonja van, meg a zöldségeknek is. Most ilyet próbálunk a zsűrinek, kedveskedünk vele. Hát, ha sikerül bevágódni náluk egy kicsikét. Hogy érzik magukat a rendezvényen? Mi nagyon jó, hála Istenek. Mindenkinek azt kell, hogy ilyen jól érezze magát, mint mi. A kistalcsai polgármesteri hivatal csapatának munkájába besegített Vécsei László, Szada polgármestere, fideszes országgyűlési képviselő is. Speciális ízvilágú ételeket készített a Góbékomák csapata, amely Erdélyből több mint 20 éve Kistalcsára, Kerepesre áttelepültekből állt. Igen, igen, kevesebb fűszerrel dolgozunk, paprikamentesen. És... A munkafolyamat, a munkának a menete is eltér? Hát nagyjából ugyanaz a menet, csak kevesebb rizssel dolgozunk, külön válogassuk a sötét húsát, a véresbe tesszük, a világosat a májasba, hogy szép fehér maradjon. Beszéljünk a fűszerekről. Mi az, amit kihagynak, milyen fűszer van, amit önök beletesznek? Paprika és a majorannát kihagyjuk, helyette teszünk szegfűborsot, meg csombort használunk. Borsikafüvet. Igen. Mit készítenek még a hurkán kívül? Hurkán kívül csinálunk egy húsgombóc sorbát, székelykáposztát, tejfölös székelykáposztát, sült húst, meg hurka, sült kolbász. Rotyog az erdélyi csorbaleves. Csorbaleves, igen. Hogy tudunk finom csorbalevest készíteni? Finom csorbalevest, hasonlóképpen, mint a hagyományos zöldségleves. Ugye húsgombóccal dúsítva, és hát ennek a jellegzetes fűszer növénye maga a lestján. Tehát ez adja meg az intenzív ízét, illatát, és hát tejföllel van behabarva. Végül is ez ebből áll, ez és parajdi sóval van ízesítve. A Békés megyei Gárdorosról is érkeztek vendégek a Kistalcsai Böllér Fesztiválra. Hát amit hoztunk, száraz szalámit, kolbászt, ami kuriózum talán, a kuláréba töltött szalámi, a sajt, és hát a szárazak közül itt van még füstölt májas is, és amit most elkészítettek, itt egy olyan specialitást mutatunk, ami egy gándorosi disznó, mert nálunk ilyenfajta disznót állítunk elő és tenyésztünk, ami 98%-ban csak kolbászból áll, és ráadásul nem ilyen kis körme van, mint a kistalcsai disznónak, hanem ilyen nagy körme van, mint ami a nyakamba lóg. Ez már valami díjnak az eredménye? Igen, lehet adnak is mondani, de hát egy kimondottan gádorsi disznónak a körme. Elárulom önöknek, ez borjú köröm. Mit tart a kezében? Mert ez sem egy kristálykészlet. Nem egy kristálykészlet, ez egy szintén gárdorsi specialitás, hogy úgy mondjam. Ez úgynevezett körmös pálinka van a disznónak a körmébe. Ezzel meg van tisztítva a köröm, és ebbe töltjük a kimondottan körmös pálinkát, ami nagy kuriózum megítélésem szerint, úgyhogy önöknek is javaslom, hogy kóstolják meg. A gödöllői tűzoltók is megmérettették magukat a versenyen. Ez itt éppen kérek szépen diszkosz nevezetű két tárcsa összetéve, két nyellel látva, lefedve. Krumplék itt ez megéged, de az ilyenkor ez természetes, majd leszedjük róla az égett részt, és utána majd feltálaljuk. De nem csak krumpli van ebben. Ebben van kérek szépen karaj, van benne oldalas, van benne szűzérme. Kistalcsán már harmadszor szervezték meg a Böllér Fesztivált. Azt tudnám talán mondani, hogy hangulatában és szervezésében az egyik legjobb a három közül. Gondolom, hogy ez fejleszthető még, de
Ha csak ezen a szinten tudjuk megrendezni az elkövetkezendő rendezvényeket, már akkor nagyon jó lesz. Mit produkáltak a csapatok? Hát nagyon érdekes, ugyanis Békés megyétől Tolna megyéig elég széles volt a merítés. Vannak itt székely csapatok, vannak Szabolcsból származó csapatok, és vannak természetesen a helyi szlovák hagyományokkal rendelkezők. Igen érdekes volt a zsűri dolga, ahogy én figyeltem őket, hát bizony nem irigylem, mert ennyi csak töltött káposztából ennyit végig kóstolni az nem semmi. De itt a kapros hurkától kezdve a zsömnésféles hurkáig minden előfordult. Úgyhogy gondolom, hogy ha nekem nem is, de nekik biztos, hogy vagy bilagít, vagy kolagol szükséges volt. Ha valaki kedvet kap a Böllér Fesztivál, az nem is benevez a versenyre jövő évben, hanem csak nézőként kijön. Mi mindent láthat itt? Vagy... Hát ajánlom figyelmükbe. Nagyon érdekes például az, hogy egy-egy régióban, vagy egy-egy országrészben hogy dolgozzák föl, hogy bontják például, vagy hogy perzselik a disznót. Ugye a székelyek például forrázták, és szalmával perzsölték. Az itteni csapatok már, illetve a környékbeliek igyekeztek praktikusan megoldani, és gázzal pörzsöltek, tehát gázpalack, pörzsölő. A bontása pedig nagyon érdekes volt, háromféle bontást láttunk. Láttuk az idézőjelben hagyományosat, amikor csak karajra bontották a disznót. Láttunk egy olyat, ami a székelyekre jellemző, hogy orjára, azaz a disznót a négy lábára fektetik, és a hátáról bontják szét. És láttuk a harmadikat, amikor rémfára fölfüggesztve, fölhúzva egy függesztett disznót, egy függesztett állatot bontottak szét és dolgoztak fel, illetve bontottak szét pontosabban. A kilátogató vendégek tetszését is elnyerte a Kistarcsai Böllér Fesztivál. Itt lakunk a közelben, most vagyunk itt először, nagyon tetszik. Na és milyen látvány fogadja önöket itt? Hát csodálatos, gyerekkoromra emlékeztető látványokat látok. Kedvet is kapnának esetleg egy ilyen jövő évi Böllér Fesztiválon való részvételre? Nézőnek, ugyanígy nézőnek, kóstolónak, igen, igen. Valószínűleg jövőre is jövünk. A színpadon több együttes, így a Kék ne felejts, a Szeretet és a Rosmarin dalkörök produkcióját is meg lehetett tekinteni. A Pannonia Néptánc Együttes pedig szilárdsági táncokat adott elő. A fesztiválon mutatványosokat is lehetett látni. Na, hát valamit a madár előéletéről meséljen nekünk. Ja, Istenem! A madár előéletéről? Hát, nem, az igen. Ön madár előéletéről. Igen, madár, én madár előéletemről. Hát ilyen 13-14 éve járok fesztiválokra, és akkor ide fajult a dolog, hogy már így bennülök egy ilyen kalitkába, és akkor zenélek, például, meg madárhangokat adok ki. Csak éppen elnyom a mögöttem levő színpad. De például... A bohóc sem hiányozhatott. Kedvi csókolom, kedves királyi önadsága!
Lufi Gyuszi bácsi szeretettel üdvözöl mindenkit a Kis Tarcsai Böllér Fesztiválra, ahol mindent meg lehet találni, mi Szemszájnak ingere, és a magyar hagyományi ízek kedvelőit várjuk ide szeretettel, mert a magyar hagyományos ízek a világon a legjobbak. Nem kell ide kínai, meg amerikai, magyar, egyen magyart. És egy bohóc legyen. Így van, és a Lufi Gyuszi a roma bohóc mondta, aki magyarnak érzi magát. Minden jót, sziasztok! A Böllér versenyen több külön díjat is kiosztottak. Például a Mulatós Barátok csapata kapta a legízletesebb kolbász külön díját. A külső megjelentés külön díja gádorosi önkormányzaté lett. A Kistarcsai Böllér versenyen a harmadik helyezést Szegedi Gábor és csapata nyerte el Budapest 16. kerületéből. A zsűri értékelte a tisztaságot, az elkészített ételek ízeit, a szakszerű feldolgozást, a hagyományok tiszteletét és az ételek tálalását is. A második helyen a Kistarcsai polgármesteri hivatal csapata végzett. Az idei Kistarcsai Böllérverseny győztese a Góbé Komák csapata lett, emellett több külön díjat is besöpöltek, például a hagyományőrzésért és a legfinomabb májas elkészítéséért is. A Kistarcsai Böllér Fesztiválon fellépett Kacor Ferenc és a Prestige Band is. A rendezvény utcabállal zárult. De még akkor is utána szobbanna legyél, te gyere erre, nagy gyeri csorban, nyom meg a gombot, kacsíts már a szememet. De nagy gyeri csorban, nyom meg a gombot, kacsíts már. Köszönöm!